Ok, pozdravljeni na kar bo najbrž najboljši, najbolj cool rutiju, kar. Preden začnemo, moramo posebej čestitati novemu podpredsedniku. Žuža, kako sem uradni naziv je prva ženska, ki predstavlja zvezo? Ja. Ja, hvala lepa. To je mednarodna asociacija športnikov za športne novinarje, združuje jih okrog 9500 iz 160 držav in ta zveza je stara 98 let, ima torej dolgo zgodovino. In zelo malo žensk je prišlo do vrha te zveze do sedaj in jaz imam to srečo, da sem podpredsednica te zveze v Rimu. Pred enim mesecem sem to postala, kar je zelo nenavadno, ker vodstvo naših 24 članic ima le dve žensk in jaz sem pa ena od teh in tudi podpredsednica. In sem tudi prva ženska iz Madžarske in iz Evrope, ki je prišla do tega položaja. Izvolili so me pa izmed 102 držav, ki so glasovale. Bilo je in 96 jih je glasovalo za me, da sem postala podpredsednica te zveze, kar je kar lepo, tako da sem zelo ganjena to potezo. Ne moreš že dobiti kar desetke. Ja, res je. Ampak čestitke. Vitvijo, jaz sem torej tukaj bo en izmednikov, bo to izrezano. Pozdravljeni vsi. Vesel začetek novembra želim in veste, kaj november ni? November ni mesec ozaveščenosti za raka dojk, ampak nam je vseeno. Kot mnogi veste, imamo veliko zdravnikov po celem svetu, ki sodelujejo z Ruth Brandom in mnogo od njih sodeluje v ISNS, kjer kamor lahko dajo podatke in študije primerov in sodelujejo z drugimi znanstveniki. Danes pa si bomo torej vzeli čas in predam besedo dr. Keškešo. Kot pa vidite, današnja zdravniška omejitev odgovornosti. Vsa vsebina je namenjena informativne in zabavne narave, ker to, kar boste danes izvedeli, bo od enega izmed najboljših zdravnikov, kar sem jih kdaj poznal. Teh informacij ne smemo uporabiti za prodajo in marketing je zgolj informativne narave. Delajte si zapiske in spremljajte, kaj se boste danes naučili. Jaz nikogar danes ne zanimam, ampak kar je pomembno, je dr. Norbert Keškeš, ki je svetovalec za ISNS, je gastroenterolog, je strokovnjak za šport in športno medicino, kot tudi ima veliko izkušenj kot specialist na Madžarskem in po Evropi. To ne bo dovolj. Dr. Keškeš, Žuža, vam predajam beseda. Če pa moramo predstaviti še Žužo, se je že sama odlično, ampak imate žensko, ki je športnica, najprej bila ena izmed prvih madžarskih olimpik. Mislim, da je ena izmed prvih na odru za zmagovalce olimpijskih iger. Kariero je prešla iz športa v televizijo in športno pravo in ambasadorstvo in do mnogo vidikov. Vsake toliko pa dr. Keškeši dovoli, da govori na mesto njega. Torej, dr. Keškeš, Žuža, beseda je vajna. Rad vajemam, pozabavajmo se in končujemo. Hvala, Clayton. Tudi mi smo hvaležni, da smo spet tukaj z vami skupaj in to veselje vsekakor vzajemno in zelo smo veseli, da smo lahko danes tukaj
in da z vami delima nekaj najnovejših zdravniških izkušenj, ki jih ima dr. Keskes, kajti mislim, da razlog, zakaj se radi družimo s to izjemno skupnostjo, je izvorni namen, da se pomaga zdravi in da se poskusi olajšati zahtevne situacije. Tako da dajem besedo dr. Keskesu, da začne govoriti o teh zanimivih primerih danes. Rad bi vse pozdravil in to je vedno čas, da smo lahko danes tukaj na tem klicu. Különleges esetről fog szólni, ami egy daganatos esetet dolgoz fel. This case study today is going to be a special. Ta študija primera danes bo posebna, osredotoča se na rakast, primer raka. Mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy én 10 éve foglalkozom daganatos betegekkel, és ott is a kiegészítő kezelésükkel. Before we get started with this preden začnemo s tem poslednjem primeru, pa bom z vami delil informacije, s katerimi jaz delam in jaz delam s pacijenti, ki bolevajo, ki imajo raka že več kot 10 let in delam komplementarne terapije za te primere raka, tako da imam izkušnje, vsaj 10-letne izkušnje dela z bolniki za rakom. Szó, 58 éves, és itt lehet látni az családi anamnézisét, hogy ugye nem volt a családjában ugye emlődaganat. So, basically talking about this govorili bomo prav o tem primeru, imamo pacijenta ženska, stara 58 let in anamneza je pomembno, da v družini ni bilo zgodovine raka. Egy csomót a jobb mellében, és akkor elindult a szokásos kivizsgálás. So, as I said, there was no breast cancer. Kot sem omenil, raka na dojki ni bilo v družini prej in pred 4 meseci je v desni dojki začutila otrdlino, ki se in se je izvedla medicinska preiskava, da ugotovimo, kaj se dogaja. Jelenleg, mondjuk így, a szakmai protokolnak megfelelő diagnosztikus vizsgálatokat. Ugye volt a mammográfia, akkor volt ugye az emlőultrahang, különböző ultrahangok, és utána volt ugye egy szövettani vizsgálat. Okay, so basically the običajni zdravniški protokoli so vsebovali zelo temeljite preiskave in seveda postavljene diagnoze, vključno z večjimi pregledi. Seveda je bilo zelo pomembno, da najdemo, kaj je izvor težave. Ugye az 35x9 mm-es. That I would like to definitely vsekakor bi pa rad izpostavil, da vsi rezultati, ki jih tu vidimo, so bili najdeni s pomočjo tradicionalnih preiskav. Ultrazvok v desni dojki je bila precej velika, 35x9 nepravilnih oblik, nehomogena hipoekoična masa, ki ni bila jasno ločena od svoje okolice. Mamografija in ultrazvok sta pokazala, da je zelo verjetno šlo za maligni tumor. Seveda, zato je zelo pomembno, da naredimo histološko preiskavo.
za to histološko preiskavo naredijo biopsijo. Karcinoma típusú rosszindulatú daganat lett. And from the tumor side there is na strani tumorja so rezultati pokazali, da je šlo za ene vrste maligni tumor za B5 karcinom. To je bil rezultat biopsije. Ilyenkor azért szükséges, hogy információt kapjanak arról, hogy van-e áttét valahol a szervezetben. When we have a result like that, of course. Akkor imamo takšen rezultat, seveda se mora preiskava razširiti in najti, če so kakšne metastaze in če se tumor širi po telesu. Zato je bilo nujno praviti tudi magnetno rezonanco in računalniško tomografijo, da smo ugotovili, če je prišlo do kakšnega širjenja tumorja v katerikoli drugi del telesa. Kimutatható áttétet. Which was quite promising that kar je bilo zelo obetavno glede na rezultati magnetne rezonance in tomografije so pokazali, da po telesu ni bilo metastaz v katerem koli drugem delu telesa, torej ni bilo znakov malignih tvorb tumorja. Összeülni orvos úgynevezett onkotím formájában, és ők meghatározzák ezek alapján, a vizsgálatok alapján a további, tehát a terápiának a menetét. Basically you have a summary of all these kind of imate tu povzetek vseh raziskav in vseh preiskav. Naslednji korak je pa poteka na onkološki kliniki, in kjer onkološka ekipa povzame rezultate in oblikujejo, pripravijo terapijo, kaj bodo naslednji koraki in kaj katerim nasvetom naj sledi. Csökkenteni a daganat méretét, és utána jön a műtét, aminek során eltávolítják. So basically the oncological team onkološki tim je prišel do rezultata in so rekli, da bodo predlagali kemoterapijo za pacientko, da se poskuši skrčiti in zmanjšati precej velikega tumorja do tako imenovane idealne velikosti, da se lahko tumor kirurško odstrani iz dojke. Ezek után találkoztam a pácienssel, aki gyakorlatilag teljesen elzárkózott a kemoterápiás kezeléstől. So basically with all these results and the vsemi temi rezultati in s predlogi onkološkega tima je pacientka sem s pacientko srečal. In ko sva imela prvi posvet, je delila informacije in vse rezultate z menoj in je rekla, da nikakor ni pripravljena iti na kemoterapijo in je rekla, da bi vseeno rada našla drugo rešitev na mesto kemoterapije. Basically just by the word of mouth samo od ust do ust je slišala zame od druge ženske, ki je imela raka na dojki in ki je predstavila moje izkušnje in mojo zasebno kliniko, tako me je našla.
hogy azért mégiscsak a hagyományos kezelés melletti, vagy mellett szoktam én javasolni ezeket a dolgokat, de vannak olyan esetek, amikor határozottan, teljesen elutasítják a páciensek a kemoterápiás kezelést. Ez most is így volt. Most of the cases are actually... Většina primero, oziroma vsakemu primeru, rečem pacientem, da običajno jaz predlagam dopolnilno terapijo ob tradicionalnih onkoloških zdravljenih, kot na primer kemoterapiji. Ampak seveda je pacientova lastna odločitev, na kakšen način se odloči. In kot v tem primeru, ko nekdo absolutno zavrača možnost kakršnokoli kemoterapijo in tak je bil primer tukaj pri tej pacientki. Írt dózisok alapján javasoltam neki. Lehet látni, hogy bizonyos termékekből több hatóanyagot javasoltam napi bevételre, de azért ilyenkor nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor mindenből többet kell, illetve lehet, illetve kell adni azért, hogy a kellő hatást elérjék a hatóanyagok. Okay, so basically what you can see on the slide is... Kar vidite na tem slajdu, so izbrane vsebine, izbrani izdelki s temi sestavinami in treba poudariti, da v teh primerih je ključno, da povečamo doze in seveda trajanje terapije, da dosežemo uspeh. In kot vidite, sem res povečal količine tega, glede na to, kar bi v ostalih primerih priporočal pri pacijentih, ki nima takšnih težav. Mislim, da je povečanje dos ključen faktor, da je to uspešno. Az egyik célja, hogy a magában a szervezetben lévő, úgymond csúnya sejteket, de daganat sejteket olyan környezetbe helyezzük, amit nem szeretnek. This kind of treatment what I'm using. Takšna terapija, ki jo uporabljam in priporočam in kombinacija teh izdelkov ima veliko namenov, ampak en izmed njih, ki je najbrž najpomembnejši, je ustvariti takšno okolje za rakaste celice, v katerih jim je neprijetno, kar je nekaj, torej nekaj, kar jim ni dobro. Glede na moje izkušnje, lahko vsekakor rečem, da tumori in rakaste celice so rade v kislih okoljih in v tem se počutijo zelo dobro in da pridemo od tega stanja, se moramo potruditi ustvariti okolje, ki je bazično, torej, ki obkroža rakaste celice in da se te počutijo neprijetno in da se v teh okoljih ne morejo več množiti. A cukor, gyakorlatilag, amivel táplálkoznak, ugye annak a gyakorlatilag, tehát a cukor szegény, cukormentes környezetben vannak, azt már eleve nem szeretik. I also experienced that in order to Videl sem tudi, da je za doseganje tega okolja zelo pomembno, da ustvarimo prav skoraj da okolje brez sladkorja, ker to je vsekakor nekaj, česar rakastim celicam ni všeč. Rade imajo sladkor, tako da, če ustvarite okolje, kjer je kolikor se da malo sladkorja, potem je to bolje, je to dober korak. In bo pomemben dejavnik, to bo pomemben dejavnik, ko bomo govorili o posebni dieti v takih primerih.
az a sok oxigén. And there is another factor. Ješa en dejavnik, ki ga rakaste celice zelo ne marajo, to je veliko kisika. Ni jim torej všeč okolje, kjer ima veliko kisika okrog sebe. Ebben a helyzetben, ugye a szervezetben a maga a ugye a az antioxidánsoknak, az antioxidáns hatásnak a mennyisége, az kulcsfontosságú. So and in situations torej v situacijah, kot je ta, mislim, da je absolutno ključno, kakšne antioksidante jemljemo, da lahko pomagamo, da lahko telesu omogočimo pomoč, da se bori proti rakastim celicam. Kajti v takšnih situacijah in v primerih tumorjev je žal količina prostih radikalov v telesu poskoči ob prisotnosti rakastih celic. Magukat a daganatsejtek. Másrészt a következő lépés, hogy ugye a szaporodásuk is le fog lassulni, és utána a következő lépés, hogy ezekkel, hogy direktbe tudjuk támadni őket. So basically there are three steps that we can... Torej so trije koraki, s katerimi lahko dosežemo takšno okolje. Torej najprej moramo za rakaste celice ustvariti neudobno okolje, kar upočasni njihovo reprodukcijo. Na to pa omogočimo, da se lahko proti njihovi prisotnosti borimo neposredno. Nagyon nagy segítséget kap a szervezet. So basically despite this attack torej ta napad lahko izvedemo s pomočjo teh izjemnih izdelkov in seveda z vsebi, z sestavinami v njih. Egy-két példát kellene mondani, ugye a Restore-ban lévő, ugye kurkumában lévő hatóanyagokban, illetve a fekete kömény magban lévő hatóanyagokban bizony. Itt az előadás végén lesz erre utalás, hogy egy nagyon sok olyan vizsgálati eredmény volt, független vizsgálati eredmény, ami igazolta, hogy a daganatsejtekkel szemben fel tudnak lépni, illetve tudják a daganatsejteket támadni. As we move forward with the presentation. Grimo naprej v prezentaciji. Bomo pogledali nekaj neodvisnih študij in testiranj, ki zelo jasno pokažejo, kako vsebine, kako te sestavine napadajo rakaste celice. Zelo, zelo dobro. A lahko gremo še malo nazaj naprej. Szóval, ugye ezekben lévő hatóanyagok, ugye a készítményekben lévő hatóanyagok, azok direktbe tudják támadni, el tudjuk érni azt, hogy egy, mint egy antioxidáns bomba szerepeljenek a szervezetben, és ugye el tud indulni maga ez a savas állapotból a lúgos állapot felé történő mondjuk folyamat. So basically these ingredients... V bistvu sestavine teh izdelkov vsaka posebej lahko neposredno napade rakaste celice in ustvari okolje, ki je, kot sem rekel, ne samo neprimerno, neudobno za te celice, ampak lahko upočasni njihovo reprodukcijo, hkrati pa se bori proti prisotnosti rakastih celic, da jih ali skrči, ali pa ubije. Kiemelendő a zöldalgák, spirulina, chlorella például, annak egyrészt van kifejezett daganat ellenes hatása, másrészt ugye ezzel érjük el, ugye az eolitról nem is beszélve, hogy maga az egész, ez a lúgos folyamat, az bekövetkezzen. So basically especially those green posebej te zelene sestavine, v glavnem te zelene alge in spirulina, chlorella imajo sposobnost pomagati ustvarjati
biti neprijetno okolje za tumore celice. In seveda imamo neodvisne rezultate, ki kažejo, da imajo sposobnost napadati rakaste celice. És akkor ugye maga ezek a természetes hatóanyagok, és ugye van még két része magának ennek a kiegészítő kezelésnek. Az egyik, ugye, amit az előbb említettem, a speciális diéta. So basically, we have these fantastic... Imamo torej te čudovite izdelke z izvrstnimi sestavinami, ki lahko pomagajo v tej borbi. In seveda še nekaj drugih dejavnikov, ki jih, glede na moje izkušnje, lahko podprejo bolnike z rakom. Ena pa je posebna prehrana. Hogy is mondjam, fejlesztettem ki. Ez egy több pontból álló lista. Basically, I have a 10 years of history of imam 10-letno zgodovino razvijanja posebne prehrane za bolnike z rakom. Torej posebne prehrane, ki ima nekatere zelo pomembne elemente. Csak most néhány pontot fogok kiemelni, mert ez egy sok pontból álló, annak most itt nincs lehetősége, hogy most egy részletesen végigveszünk. Esetleg a későbbiekből ez megérne maga egy előadást, én azt gondolom, vagy egy kisebb, rövidebb összefoglalót. Later on maybe it could be a subject of another presentation. To je morda lahko stvar druge prezentacije, torej ta dieta, ki sem jo razvil za rakaste bolnike, ampak danes pa nimamo možnosti, da bi šli v podrobnosti, ampak kot smo bomo poudarili le neke najpomembnejše elemente te posebne diete. It's good. Okay. Igen. Ugye az egyik nagyon fontos dolog, erről már beszéltünk, ez a cukros ügy, tehát a sem fehér, sem barna cukor, ez teljes gyakorlatilag megvonás. Okay, so when I start summarizing to my... Torekor začnem povzemati mojim bolnikom z rakom, kako naj si spremenijo prehrano, dieto, je eden izmed nasvetov, da naj absolutno pustijo bel in rjav sladkor. A húsnak a minimalizálása szinte, abszolút a vörös hús kiiktatása az étrendből. I found it very important to videvam, da je zelo pomembno. Basically, especially red meat, to minimize it. Da se minimizira vnos rdečega mesa v prehrani. Tej származéknak a teljes, tehát a tehén tej és származékainak a teljes kiiktatása. It's also very important to leave animal milk and any kind of dairy. Zelo pomembno je tudi, da izključimo mleko in druge mlečne izdelke. Bizonyos csoportokban, bizonyos hölgyeknél provokálhatja az emlődaganatnak a kialakulását. There were some independent studies. Bilo je nekaj neodvisnih študij, ki so pokazale, da živalsko mleko pravzaprav posebej kravje mleko bi lahko povzročalo raka na dojkah v nekaterih primerih, tako da to je vsekakor treba odstraniti iz prehrane. Ravno tako je pomembno, da se poveča količina zelenjave v prehrani, posebej, če je mogoče, da se zaužije čim več surove zelenjave.
egy kilónyi, körülbelül egy kilónyi zöldséget ideális esetben kellene elfogyasztani ezekben az időszakokban. Če govorimo o povečani količine, lahko že gre za en kilogram na dan. Ilyen turmix formájában, vagy ilyen smoothie formájában sokkal egyszerűbb elfogyasztani. Včasih je težko zaužiti toliko zelenjave, ampak tako da lahko tudi popijete kot smoothie ali na drug način vključite v svojo prehrano. Aztán még vannak néhány ilyen mondjuk ilyen evéssel kapcsolatos technikák, hogy például nyilván a folyadékfogyasztás az rendkívül fontos, de ne az étkezések közben igyon ilyenkor az illető. There are also some maybe seemingly small Je še nekaj dodatnih informacij glede navad pitja, ampak videl sem, da ne samo, da treba povečati vnos tekočin, ampak da je tudi zelo pomembno, da se je ne samo med obrokom, ampak tudi po obroku. Félharmanyed órával az evés után. At least half an hour or 45 minutes after someone. Száj po óra do 45 minut po obroku. A cukorról beszélünk, hogy nem szabad enni a fehér cukrot, barna cukrot, hogy akkor mit lehet? Tehát milyen szénhidrátot lehet fogyasztani? Govorimo torej o opuščanju rjavega in belega sladkorja. Se lahko vprašate tudi, ja, kakšne ugljikove hidrate pa bi naj... Second, now everyone, interpreters, I need to get you on mute. I couldn't find that person, so... Mute yourself, Zsuzsa. Yes, you we have. Thank okay, you. Thank you. Okay. Nadeljujemo. A stevia az a választható ugye cukor, vagy ilyen cukor, egészséges cukor. Okay. So I think we can just also hear an interpretation. So torej stevia bi bila boljša izbira namesto navadnega sladkorja. Okay. 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 És akkor még van egy nagyon fontos része ugye ennek a dolognak, ugye a mentális és a pszichés állapot. Okay, so there is something that we nekaj je, kar moramo vsekakor omeniti. In seveda danes nimamo dovolj časa, da bi šli v podrobnosti, ampak ugotovil sem, da ko pride pacient do mene za diagnozo raka, se seveda vsi bojijo, tako da umska moč in umsko stanje in pozitiven odnos v tem procesu zdravljenja je zares zelo pomemben. Vannak, amik nagyon egyszerűek, mindenki által megtanulhatóak, és például különböző légzés technikákkal lehet ezt még inkább erősíteni, de végül is bármilyen agykontrollos dolog, jóga légzéses dolog, ez ilyenkor működik, a lényeg, hogy csinálja az illető. So there are all different kinds of solutions. Staja več rešitev v tem primeru, včasih s nekaterim svetujem, ki se lahko naučijo enostavne rešitve, torej jogo, branje, bralne vaje, nekaj, kar pomaga morda, kar pomaga sprostiti um in da najde bolj pozitiven odnos. Tako da mislim, da je vsekakor zelo pomembno, da podpremo telo v tej fizični borbi, da ga podpremo tudi umsko, tako da vedno se trudim podpirati svoje paciente tudi na ta način in da jim dam, da razumejo, da je proces zdravljenja tudi zelo povezan z umom. Csak egy mondat, hogy a galaktóz például az jó. Igen, az egy jó alternatíva. Jöttek a kérdések, amire
I'm sorry. So there were some questions, of course. Torej, nekaj vprašanje seveda bilo, ki jih lahko en drug čas, ampak galaktoza je seveda dobra rešitev. S fruktozo pa moramo biti zelo previdni. Miatt, azokkal a mennyiséggel nagyon kell figyelni, és nem szabad vegyesen enni a gyümölcsöket, hanem csak egyféle gyümölcsöt javaslunk. Talking about fruits, because ko govorimo o sadju, ker prej sem govoril o pomembnosti sadja, sad je tudi seveda zaradi prisotnosti fruktoze, moramo biti previdni, koliko sadja in katerega pacient je. Običajno moramo biti previdni pri količini in običajno ne smemo mešati različnih vrst sadja. Vsekakor pa predlagam v teh primerih, da naj se ne je sadja po 6 uri zvečer. Niti jabolk. És akkor ugye ezt a javaslatot említettem a hölgynek, és akkor most várjuk a úgymond a fejleményeket, szoros kontaktusban vagyunk, és ugye el kell tennie néhány hétnek még, hogy majd visszamenjen ő kontrollra, hogy ugye eldöntsék ezt, hogy akkor a műtét az mikor legyen, hogy legyen, és amikor ez a kontroll eredmények megvannak, akkor mindenképpen vissza szeretnék térni, és akkor elmondom, hogy... So, of course, this patient who I've been... Szevéda, tá pacientka, o kateri sem govoril, sedaj jemle te terapije, ki sem jih predlagal, je še v tem procesu, to traja nekaj časa, seveda jo odblizu nadzorujem in kadar, ko bomo imeli rezultate, ki jih lahko povzamemo, bomo se vsekakor vrnili in to delili z vami v drugi prezentaciji. Morda na ISNS. Korábban láttunk, hogy a különböző készítményekbe, Clean Slate-be, a Restore-ba, a Relief Greens-be, vannak tehát, teljesen abszolút független vizsgálatok által igazolt olyan hatóanyagok, amelyek direktbe tudják támadni a daganatsejtet, elérik azt a fajta hatást, hogy olyan környezet legyen, amit nem szeretnek a daganatsejtek. And we just... Omenil sem že učinkovitost teh sestavin, teh izdelkov, ki smo jih prej pogledali. In te neodvisne študije so zelo jasno dokazale učinkovitost teh sestavin, ki lahko neposredno se borijo proti rakastim celicam in so lahko zelo učinkovite v mnogih primerih. V borbi proti raku na dojki in da ustvarjajo okolje, kjer se rakaste celice ne počutijo dobro in lahko celo zmanjšajo velikost tumorja in pomagajo pri procesu zdravljenja. Just some answers for some questions. Še da odgovorimo na nekaj vprašanj. Fermentirane vsebine. Fermentirane sestavine so seveda dobra izbira. Kefir v tem oziru je seveda dobra izbira. Tehát a piros és kékbogyó gyümölcsök, azok viszont jók, tehát azoknak nagyon jó hatások van. Berries, from the fruits, berries, all kinds of berries. Ott szádja, jagodicsje, jagode, rdeče in modre barve so zelo dobre barve. So zelo dobra izbira, ko govorimo o sadju. Nem tudtam. Nyilván a folyadék az nagyon fontos, lehetőség szerint sima víz legyen a folyadék. I talked about the importance of... Govoril sem o pomembnosti
uživanja dovolj tekočin. Nimam dovolj časa, da bi šli v podrobnosti, ampak v glavnem bi to, mora to biti voda. In visoka kvaliteten zeleni čaj. Seveda, jagodičje, granatna jabolka so dobra izbira sadja. Zelo je pa pomembno tudi gledati na količino. És akkor ugye, ahogy mondtam, akkor amikor megvannak ezek a kontroll eredmények ennek a konkrét páciensnek, ugye az 58 éves hölgynek, akkor mindenképpen szeretném ugyanígy elmondani, már a konkrét kontroll eredményekkel, hogy ugye hova is jutottak a vizsgált eredmények. Kocsom rékel, a pacientka je sedaj na opazovanju, jemlje terapije trenutno, tako da ko bomo imeli več rezultatov in tudi rezultate iz laboratorijev, bomo te informacije delili. In hvala za vašo pozornost. Vesela sem bila, da sem videla, koliko se vas je danes.